Lotfisadi Réka vagyok, főként anyuka vagyok, de divattervezőként dolgozom most. Előtte stylistként dolgoztam, tehát a ruha meg a divat az nekem mindig is egy ilyen nagyon nagy szerelem volt, meg egy teljes önkifejezési forma. Tehát ez kiskorom óta vagy gyerekkorom óta így mindig imádtam öltözködni, meg mindig ki is tűntem valahogy így a tömegben. Én ezt soha nem éreztem, de az emberek mindig érzékeltették velem, hogy én olyan furcsa vagyok. A divat abszolút egy ilyen önkifejezési forma, legalábbis számomra mindenképp. Amúgy nem vagyok egy ilyen szószátyár valaki, de abszolút azt gondolom, hogy a külsőmmel annál többet kommunikálok ki saját magamról, legalábbis így idegeneknek vagy külső szemlélőknek. Nyilván a barátaim meg, akik ismernek, ők másképp látnak engem, de abszolút ez az első benyomás, és én abszolút erre is használom. És mindig szerettem volna egy saját ruhamárkát, és hát ennek 6 évvel ezelőtt jött el az ideje, és született meg így a Lozár márka. Hát a márka mérföldköve, hiszen az első az mindenképpen az, amikor egy ilyen kis szerelem kósza gondolatból bekerültek az első darabok az első dizájnerboltba az Irányi utcában, és amikor először látod idegen embereken, külföldieken, magyarokon, újságban stylistok viszik a te ruháidat, hogy abszolút szerintem az az első mérföldkő, a márka, meg az én tervezői életemben. Talán az első kollekciót fotóztuk be és csináltuk meg, akkor a Marie Claire Fashion Days-nek a VIP-estjén a barátnőmmel ott álltunk, és akkor ott mondtam neki, hogy nézd meg, hogy 2 év múlva mi is itt fogunk divat bemutatózni, és mi is ugyanígy színpadon leszünk, és tényleg 2 év múlva, pontosan 2 év múlva meghívtak minket a Marie Claire Fashion Days-re, hogy mutassuk be az akkori aktuális kollekciónkat, úgyhogy talán ez volt az utána következő olyan mérföldkő, hogy a szakmától is volt egy ilyen visszacsatolás. A tervezésben, a ruhakészítésben abszolút önmagam tudok lenni. Önmagam kifejezése, és ezzel tudok adni más embereknek, örömet tudok okozni, és hogy ez az, ahol én abszolút önmagam tudok adni, és tudok adni magamból egy kicsit másoknak a ruhákon keresztül.